Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 19-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre kivettem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba, és erre is kivetem a kártyát. Ehhez jön még egy napi üzenet. Az első kérdés az volt, hogy milyenek a gondolatai, mit tervez, ezt mutatja ez a kártya. A római hetes szám a hold energiájával van összefüggésben, és az jelenti az álmait, a reményeit. Kezébe veszi a dolgokat, fontos döntéseket hoz, és mutatja az irányt is. Ez összefügg az érzésekkel is, mert vannak néha félelmek. A másik út pedig a bizalom. És így most ő elindít valamit egy irányba. A kérdés az, hogyan? Félelmekkel vagy nagy bizalommal? Ez a kártya mutathat utazást is, vagy autót, egy autó vételét, de a fő jelentése az, hogy ő most kezébe veszi a dolgokat, döntéseket hoz, és minden előre halad. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt minden úgy a feje tetejére állt. Nem tudja hogyan tovább, de szeretné ezeket a dolgokat megoldani. A napi kártya is arra utal, hogy vannak még nehézségek vagy félelmek az útjában. De ez az ő dolga ezt megoldani. A harmadik kérdés az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba, ámor, megadja rá a választ, és küldi nektek a szeretetet, a szerelmet. És ezt nem csak ámor közli veletek, hanem ő is mondani fogja, hogy a nehézségek ellenére ő boldog veletek, szeret titeket. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, egy videófelvétel álnéven. A díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!